polgárőrség munkájáról mindig tudunk mit mondani, és azt gondolom, hogy a lakosok örülhetnek, hiszen biztonságban vannak, és sokan vigyáznak rájuk. Most a téli időszakban mi az, ami kiemelt feladatot kínál? Azt gondolom, a téli időszakkal, főleg most itt a nagyon megemelkedett energiaáraknak is köszönhetően idézőjelben, nagyon fokozottan oda kell figyelni arra, hogy nagyon sokan visszaváltanak a gázról a fatüzelésre, vagy hát nagyon sok esetben sajnos előforduljon is, hogy nem csak fával, hanem olyan anyagokkal tüzelnek, ami káros a környezetre. Ezekre is próbálunk odafigyelni, hiszen nem egyszer fordul elő az, hogy a faluban hívnak engem, vagy polgármester urat, törökbántó lakók, hogy valahol műanyagládákkal, vagy valamilyen olyan műanyag szeméttel fűtenek, ami egészen borzalmas fekete füstöt és hát káros anyagokat bocsát ki. Ezeket is megpróbáljuk kiszűrni. De visszatérve, leginkább azt gondolom, hogy arra kell odafigyelni, hogy a mellettünk, körülöttünk lévő emberekre figyeljünk oda, lakókra figyeljünk oda, hogy láttuk-e kijönni, láttuk-e a kertben, ha olyan szomszédot tapasztalunk, vagy ismerős tapasztalunk, akit nem láttunk már egy ideje, mindenképpen hívjuk fel, írjunk rá, menjünk el, mert nagyon sokan nem fogják tudni igazán, vagy nehezen tudják kigazdálkodni majd a fűtés költségeket, az elektromos költségeket, ahol olyan házban laknak. Törökbántón nagyon sok két-három generációs ház van, ami egész egyszerűen a benne lakó idősebb lakóknak szinte fenntarthatatlanná teszik az egész rezsit, a működést. Tudok nagyon sok olyat, akik el is adták a házat, és ami Törökbántnak ilyen szempontból az előnye, nagyon gyorsan eladták a házat, én azt gondolom elég jó áron, viszont nagyon sokan a szeretett településükre ezáltal elmenni kényszerülnek, hiszen kisebbe máshova kell menniük, mert fenntarthatatlanná váltak azok a házak, amit még annó elképzeltek az építők, hogy majd ide jön a család, az unoka, mindenki, de hát nagyon sokszor ez nem így fordult elő. Nekünk a polgárőröknek ez kiemelten fontos feladat. Talán azt mondom, hogy a halottak napjától indul az a téli fokozott időszak, amikor ezekre a rászoruló vagy támogatást igénylő emberekre próbálunk odafigyelni, és a kéményekkel, a szomszédok megkérdezésével, nyilván a kollégák nagyon sok mindenkit ismernek a településen, ezeknek a lakóknak a felkeresésével töltünk, és hát próbáljuk azokat a hozzánk érkezett igényeket kielégíteni, hogy esetleg tűzifa beszerzésbe segítsünk, vagy a boltba segítsünk elmenni, mert mondjuk az idős emberke nem tud elmenni, vagy nehézséget okoz neki, ebben is próbálunk helytállni. Sokszor lehet hallani több településen, hogy szeretnék, hogyha fiatalok érkeznének a polgárőrséghez, és ők is átvennének bizonyos feladatokat. Ez szerencse, hogyha például az embernek a családjában megtörténik, és azért nyilván büszkeséggel is tölti el. Ez így van. Hát nagyon büszke vagyok arra, hogy mind a két fiam belépett a polgárőrségbe. Épp a Gergő a múlt héten volt szolgálatban, és hát annak nagyon örülök, hogy azóta is pont jelentkezett egy-két fiatal, hogy szívesen belépné, szívesen részt venne a munkában. Ez azért nagy öröm, mert olyan érdekes, hogy a polgárőrségek zöménél, és itt most jó pár polgárőrséget ismerek a környéken, a legaktívabb korosztály ebben az, azt mondom, hogy az 50 plusz. És ez azért elképesztő, mert ők nagyon sokszor például, tényleg azt mondom, hogy ledolgozták az életük jelentős részét, a nyugdíjas korú városőreinkre meg különösen gondolok, hogy azért végigdolgozták az egész életüket, és még a városőrség, a polgárőrségben is nagyon aktívan szerepet vállalnak. Én itt is bíztatok mindenkit a 20 és 50 év közötti korosztályban, hogy nagyon szeretettel látjuk őket, várjuk őket, mert hihetetlenül jól érzés segíteni a városnak, a településnek ott, ahol élünk is, amit szeretünk, és ebben az, hogy adott esetben mondjuk ilyen generációsan is jöhetnek a apuka, a gyerek, stb., az szerintem megint csak egy nagy örömre és büszkeségre ad okot. Én erre nagyon büszke vagyok mind a két fiamra, hogy ebben segítenek nekünk, és hát bízom benne, hogy amikor majd én már nem tudok menni, akkor majd mennek majd ők folyamatosan. Remélem, hogy ő általuk is, meg ismerősökön keresztül is több fiatal 18. életévét betöltött, tehát felnőtt korú, erre a munkára rátermettséget érzett törökbálinti fiatal vagy középkorú fog jelentkezni hozzánk. Nem kell nagyon nagy olyan szempontból munkára gondolni, hogy ez akkora munkát igényel tőle. Aki egy hónapban egy éjszakát tud vállalni, most az éjszaka azt mondom este 8-tól, vagy délután 4-5-től, amikor éppen ő meg tudja oldani egy 4-5-6 órát, amennyit
be tud vállalni, elvállal, az már egy nagyon nagy segítség nekünk, és hát a településen élőknek is, hogy folyamatosan vigyázni tudunk rájuk. Ez a szolgálat hogy néz ki? Ilyenkor egy gyakorlott polgárőr mellé osztják be tulajdonképpen, és járőröznek, vagy milyen feladatok várnak rájuk? Először is polgárőrvizsgát kell tenni, tehát az lehet polgárőr, aki polgárőrvizsgát tett. Utána pedig azok a fiatalok, akik ezt a vizsgát megtették, utána egy gyakorlott polgárőrrel, adott esetben a szakmai vezetővel, a kalóferivel, vagy más olyan kollégákkal, akik rendszeresen járőröznek, csinálnak egy-két szolgálatot. És mivel hogy már 18. életévüket betöltöttek, tehát felnőtt korúak, így már utána, amikor már van egy kis gyakorlatuk, és tudják, hogy hol kell bejelentkezni, ha valamilyen probléma van, hova kell jelentkezni, vagy milyen telefonszámot kell felhívni, akkor már ők is tudnak menni egyedül. De jellemzően ez úgy szokott lenni, hogy azért a fiatalok egy-két szolgálatot idősebbekkel, vagy adott esetben, hogyha megtalálják a közös hangot, akkor további szolgálatokban is lehetnek együtt. Ezek én azt gondolom jó hangulatú szolgálatok szoktak lenni, mert érdekes a város éjjel, egészen más arcát mutatja, mint nappal. Más embereket is lehet látni éjjel, akik nappal adott esetben nem, és nagyon sok pozitív élmény kapcsolódik mindenkinek szerintem a járőrözésekhez, és adott esetben úgy is pozitív töltetet ad, hogy nagyon sok segítségnyújtás, főleg a téli időszakban nem egyszer személyesen is volt az, hogy magatehetetlen emberrel találkoztunk mínusz 8 fokban, mi hívtuk ki hozzá a mentőt, addig melegen tartottuk, idős embereknek próbáltunk segíteni, aki elesett, elcsúszott és nehezen mozgott. Ebben a téli időszakban ezek a balesetek által fokozottá vált emberéletet is veszélyeztető dolgok azért elég sokszor elő szoktak jönni, és ebben a polgárőrségek én azt gondolom nagyon sokat tudnak segíteni. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy Török Bálint egy biztonságos hely, ugyanakkor a rezsijárak, ugye az emelkedő költségek nagyon sok helyen megemelhetik a bűncselekmények számát. Itt mire számítanak, és hogyan lehet erre készülni? Erre készülünk olyan szempontból is, hogy hál' Istennek a képviselőtestület az egyik képviselő úr Földvár Laci javaslatára tudatosan készülünk arra, hogy mivel Török Bálint környékén jelentős mennyiségű erdő állomány van, hogy esetleg megszaporodnak azok az erdőt, illetve a fákat ért lopások, kivágások, amire oda kell figyelni. Erre a képviselőtestület hozott egy támogató döntést, hogy azokat a költségeket, ami ezt az erdő védelmet szolgálják, akár eszközállományban, akár pénzben, üzemanyaggal kapcsolatban, hogy polgárőrségek a hegyőrséggel együtt is meg tudják csinálni ezeket a feladatokat. Tehát a képviselőtestület erre én azt gondolom időben felkészült, és mind a polgárőrség, mind a közterület felügyelt, mind a rendőrség ebben koordinálva és összefogással fog együttműködni. Remélem, hogy nem lesz olyan nagyon sok feladatunk, de ebben a lakosok is nagyon sokat segítenek nekünk, hiszen hogyha hallják valahol, hogy fakitermelés van valamilyen módon a faluban, vagy itt falu mellett található erdőrészeken, akkor jelzik ezt nekünk, és akkor akár a rendőrséggel, akár a városőrség, akár a közterület felügyelet az kimegy és ellenőrzi ezeket a cselekményeket. Bízom benne, hogy nem lesz nagymértékű bűncselekmény ezzel kapcsolatban, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a Török Bálint környéki erdőket és a ingatlanokat is. Egy településen nagyon fontos, hogy a különböző feladatokba a fiatal generáció is bekapcsolódjon. Te hogy látod, hogy mennyire aktívak a hozzád hasonló korúak, illetve egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan lettél te is a Török Bálinti városőrség tagja? Bennem viszonylag korán megfogalmazódott már ez, hogy akár valamilyen téren is elhelyezkedjek. Én nekem kiskoromban egy nagy vágyam volt, hogy én majd egyszer rendőr leszek, és még mindig titkon, még mindig megbújik bennem ez. Azonban az azért egy hosszabb iskolai folyamat, amire én eljutok oda, hogy rendőr lehessek, és most, hogy én már betöltöttem a 18 éves kort, így már valahogy már szerettem volna tenni így a városért, illetve azért, hogy ha például én is kimegyek egy majálisra, illetve egy ilyen városi rendezvényre, akkor teljesen biztonságban érezhessem magamat, és ezt tudjam garantálni a lakosok számára is, úgyhogy bennem fiatalon megfogalmazódott ez, és én azt látom, hogy a velem egykorúaknak is kezd errefelé hajlani a feje, hogy tényleg hozzájáruljanak, hiszen elég nagy szükség van, mert hogyha most megnézzünk egy városőrségnek a felépítését, azért édesapáink, akár nagypapáink vannak a városőrségben, és szerintem igenis fontos az, hogy legyen utánpótlás, és meg tudjuk ezt tartani, ezt a mi Török Bálinton a közbiztonság, illetve minden téren biztonságba tudják magukat az emberek. A városőrségnek szerintem két részre bontható a feladata, az egyik az, amikor a járőrözés része, illetve ezek a rendezvények biztosítása, illetve ilyen téren való foglalkozás. Én nekem, amit izgalmasabb résznek emelnék ki, az a járőrözés része, hiszen szerintem mindenkiben megvan az a feeling, amikor néznek egy
jó akciófilmet, és éjszaka mennek esetleg a rendőrök, vagy éjszaka történnek az események. Én mindenképpen az éjszakai járőrizést emelném ki. És szerintem, amiket feladatokat elláthat egy városőr, az kicsit hasonló a rendőröké, de nem megegyező, inkább a rendőröknek, a rendőrök munkájának a segítése. Akár hogyha esetleg olyan esettel találkoznak, akkor a rendőrök értesítése, és addig olyan cselekvések, amik tudják segíteni a rendőrök munkáját. Én nekem mindig nagy öröm, amikor például látok egy rendőrautót elmenni mellettem, és egy hölgy rendőrt látok benne, hiszen nem gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ami kifejezetten férfiaknak való. Én szerintem mindenki, aki kellő magabiztossággal rendelkezik, az nyugodtan tudja végezni. Ez, ami a fiatal generációnak talán a legnagyobb motiválását tudnám mondani ettéren, az, hogy akik szerintem nagyon sokan, hogyha valakitől megkérdezik az óvodában, hogy mi szeretne lenni, rendőr vagy tűzoltó vagy hasonló hatóságok munkáját mondta, és szerintem ez mindenkiben ott rejlik azért, hogy tenni akarás a városért. Itt jelenleg városunkban is azért sok fiatal él, és ahogy említettem az elején is, a tenni akarás szerintem mindenkiben megvan. Remélem, hogy egy motivációként tudok én is szolgálni az ilyen fiatalok részére, és mielőbb csatlakoznak. Elnök úr, hogyan értékeli a Török Bálinti Polgárőr Egyesületek munkáját? Nagyon jó példa, hogy egy településről beszélünk, de két jól működő polgárőr egyesület is segíti a lakóknak a biztonság érzetének az egyre erősödését. A Török-Bálinti rendőrőrsel közösen, önálló és közös szolgálatok ellátás során, és egymás között a feladatokat megosztva, a hegyőrség fantázia névvel bíró polgárőrök inkább a 21. század technikai víványát, mint a drónokat használják fel a szolgálat ellátásuk során. A Török Bálint másik polgárőr egyesülete, aki Török Bálinti Városőr és Polgárőr Egyesület néven működik, az inkább a hagyományos alap polgárőr szolgálatokat hajtják végre.